Bizalmat szavazott Giorgia Meloni miniszterelnök kormány programjának az olasz képviselőház. Az ország történetének első női kormányfője beszédében igyekezett eloszlatni a politikai hovatartozásával kapcsolatos kételyeket. Azzal szemben, amit többen állítanak, soha nem éreztem szimpátiát semmilyen antidemokratikus rezsim iránt, beleértve ebbe a fasizmust is, mondta Meloni. A miniszterelnök arról is beszélt, kormánya mindent megtesz azért, hogy felértékelődjön a hagyományos család szerepe. Átfogó gazdasági és kulturális tervre van szükség ahhoz, hogy újra felfedezzük a szülői lét szépségét, és visszahelyezzük a családot a társadalom középpontjába, fogalmazott az új olasz miniszterelnök, aki világosan megfogalmazta a külpolitikájának prioritását is. Olaszország továbbra is megbízható tagja marad a NATO-nak, kezdve azzal, hogy támogatja a bátor ukrán népet az orosz invázió elleni harcban. Nem csak azért, mert nem tudjuk elfogadni az agresszor háborúját és egy szuverén nemzet területi integritásának megsértését, hanem azért is, mert ez a legjobb módja a nemzeti érdekeink védelmének, mondta Meloni. Az olasz kormányfő az EU-ról szólva még azt mondta, nem ellenség vagy eretnek, hanem pragmatikus az, aki kérdéseket tesz fel Európáról, illetve nem fél kimondani, hogy valami jobban is működhet. A kormányprogramot szerdán még az olasz szenátusnak is el kell fogadnia.